A Nagynyárádon élő művész első magyar tanítványa a dombóvári Lukács József Jóka. DLA beszélt művészetéről. Jóka tanítványa volt és mély barátság fűzte össze Colin Fosterrel. De vajon Colin hagyta-e kibontakozni tanítványait, vagy befolyásolta őket? Abszolút hagyta. Tehát amikor már beleszólt, akkor azt inkább úgy szólt bele, hogy ne bizonytalankodjon az ember azon, amit kigondolt, azt merje megcsinálni, és kész. És hogyha valamit megcsinált, akkor utána kezdjen el vacilálni azon, hogy most ez jó vagy nem. Így abszolút játékosan vezette rá azt, arra az embereket, a tanítványait, hogy ki milyen jellegű formával szeretne foglalkozni, melyik az, milyen irányba lenne érdemes neki el tovább haladnia, és akkor ez sokkal inkább egy ilyen sugallatszerűségként közölte vele. Aztán, hogyha nem sugallatként, akkor ott már azért baj volt. Tehát akkor azt megmondta, hogy ez nem jó, ez úgy, ahogy van, ez nem jó. Más szavakkal, de ez a lényege. Arra mindig figyelt, hogy tehát amikor így műhelyben dolgoztunk együtt, hogy semmiféle baleset abszolút ne legyen, megmutatta mindig, hogy na most akkor ezt hogy kell, a maszk hogy kell. Ha egész nap az ember mondjuk kicsit meggörnyedve, hogyan veri a követ vagy a fát, akkor hogy álljon, tegye föl az egyik lábát, akkor megváltozik az egyensúlya, stb. Stb. Tehát ilyeneket mindig megmutatott és elmagyarázta, hogy ez miért fontos és miért kell. Colin Foster Munkácsi díjas szobrászművész egy tematikus kiállítást tervezett, egyfajta növekedést. Ebből például több sorozat látható ezen a kiállításon. 20 szobor és 18 grafika van kiállítva a Majoros Galériában. Ezek a grafikák nem szobortervek, bár néha azt érezzük. Aztán kiválogattam és összeraktam ott a műhelyben, és néztem, gondolom ez egy kicsit unalmas, és akkor oda laktam a kis zöld kakas. Mert teljesen más, ugye, bronz, kis bronz szobor, ami abszolút semmi közel nincs ehhez a másik témához. Szóval ez csak egy válogatás, van talán 100 szobor éppen a műhelyben, és akkor ebből kellett kiválasztani, hogy mi legyen ez a 20 munka, mi itt van. És vannak olyan kis könyvem, ami mindig rajzol, skiccelek, és ezek nagyon közel állnak a szobrokhoz, de amikor van egy kiállítás, akkor inkább más jellegű rajzokat szoktam kiállítani, és ezek nem teljesen függetlenül elkészülnek a szobroktól, szóval nem tervek, szobortervek ezek, de témában néha nagyon hasonlít. Például van egy fa sorozat rajz, és ugyanaz jelenik meg a néhány szoborban, ugye, az utóbbi időkben, szóval ez egy, de nem szobortervek ezek, önálló művek. A szobrokon arcok jelennek meg, van olyan is, amelyiken több is. Például van ez a Golgota fa, ahol tényleg három arc, olyan, mint a három kereszt, és három arc jelenik meg a tetején, ugye. De nem mindig ez olyan direkt, szóval van olyan szobor, ahol nagyon-nagyon sok arc van, ami éppen mögöttük van, a kamera mögött van, de nem lehet megfordítani, de ez az a címed övény, és ez olyan, mint az emberek egy övényben élnek, és rengeteg arc van rajta. Szóval ez, igen, szóval ez nem teljesen valami direkt figurális tartalom van ezeknek a munkáknak, de mégiscsak az életnek egy része, ez az emberiségnek egy része, úgy gondolom. Én azért megjelenik az emberi arc is. Ezek a szobrok vizes alapú műgyantából készültek. Szilárd anyag, lehet vésni, kalapálni. Azonban van itt két bronz és betonból készült szobor is. A megnyitó estén fellépett a szintén Magyarországon élő holland zenész Edwin Meister és a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ tanára Zsabokorszky Ferenc. A kiállítás május 22-ig megtekinthető.